Na, hát akkor szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Összegyűltem, ahogy láttam. Igen, összejöttetek. Hogy ezt az egészet? Mostanában megjöttünk meg először ilyet. Igen. Vagy hát én biztosan megszerettem is. Összeírtam egy ilyen menetrendszerű dolgot, amin így végig fogunk menni. Úgyhogy ja. Először is köszönjük szépen, hogy itt vagytok már 70-en. Már most. Jézusom. Válaszolunk az összes kérdést, így fogunk beszélni egy kicsit magunkról, hogy amúgy így kik vagyunk, hogyan találkoztunk, hogyan csöppentünk ebbe az egészben bele. És ja, meg így a csatornának kialakulásáról, sztorizgatások, ilyenek lesznek. Na, szerintem úgy, hogy igazából így azzal kezdeném, hogy ennek a műsornak mi a koncepciója. Tehát, ahogy most látjátok, ez nem otthon volt. Eljöttünk egy elhelyezett helyre, azért illegál podcast, mert itt nem szabadna itt lennünk, technikli. Illetve valaki kérdezte csináltam, hogy hol vagyunk. Bocsánat, ezt nem fogjuk tudni megválaszolni. Igen, de amúgy aki szemfüles és már járt itt, az talán kitalálhatja. Itt az előbb amúgy ezen az asztalon letöröltük, volt egy név, szóval ő biztos tudni fogja, hogy hol vagyunk. Illetve, nem tudom, aki észrevette, de ott van egy gumikacsa. Úgyhogy... Ja, az meg egy másik, az egy másik ismertebb urbexesnek a, hogy mondjam... Habitusa? Szokás, ilyen kis easter egg, húsvéti tojás téma. Szóval igen, ez egy teljesen illegális dolog, úgyhogy amúgy bármelyik pillanatban bejött valaki az ajtón, amit szerintem ti nem láttok. Igen, szerencsére nem. De szerintem ez nem fog megtörténni. Igen. Amúgy amíg idáig eljutottunk, az is egy szép dolog. Igen, az is. Szóval... Hát mi az onnantól kezdve, hogy leszálltunk a vonatról, és hát látni sikeresen ott hagyta a GoPro-t, vagy ott a kamerálványt egy pékségbe, per kávézóban, úgyhogy mehettük vissza egészen. Ja, az a fél órát. Már itt voltunk a helyen, és vissza kellett gyalogolni egy fél órát. Igen. Szóval, hát ez dobta a gét, szóval azt hittük, hogy nem fogunk ide jönni időben. De yes, hát itt vagyunk. Ja. Akkor most szerintem beszélnénk így magunkról egy picit. Ja. Szóval, hogy ugye, vagy én barátom, ő Discordon a főmoderátor, hát olyasmi, meg ilyesmi. Igen. Ugye, hát így egymást szerintem mióta ismerjük? 14 éve? Hát 15. 14 éve biztosan. Az biztos, hogy nagyon sok. És hát igazából én úgy csöppentem bele ebbe az egész dologba, hogy még jóval fiatal voltam, most sem vagyok egy idős tag, de hát nem fele ennyi, de fiatalabb voltam, és nagyobb srácok elvittek ilyen helyekre, és hát nem tudom, időközben elkopott mindenki mellőlem, és eljutottam idáig, hogy én maradtam egyedül, de most már csatlakozott hozzá vagyim. Hát igazából őt meg én rángatom. Igen, látni rángatott bele még annó. Szerintem talán még ez volt az első hely, ahol most vagyunk jelenleg, ez volt az első hely, ahol voltunk. Igen, amúgy az open is videóban együtt voltunk. Azt nem tudom, aki látta-e, de az az egyetlen videó, amiben ketten benne vagyunk. Igen. Rengeteg kérdést írtad nekünk Discord, de nem tudom, azt így ki tudnád, de nekem ide csak. Egy másodperc. Igen, és megígértük, hogy most mindenre válaszolni fogunk. Egy másodperc, csak meg YouTube kommentek, meg ilyenek. Jó, kérdések. Remben, mehet is. Legelejéről, mert pörges fel az elejére. Hát az... Mi az elege? Mikor kezdtem az egészet? Hát amúgy nagyjából elmondtam, hogy kerültem bele, de 2018-ban, ami azt jelenti, hogy... Jó pár éve, hat. Igen, volt amúgy egy ilyen fél éves kihagyásom, meg ilyenek, de amúgy voltam, hogy heti szinten jártam mindenhova. Mostanában így havonta egy párszor, ahogy idő megedi. Ja, úgyhogy... Illetve egy videóhoz... Ja, szóval most rá vagyunk állva, nem tudom, hogy ez meddig lesz ez a tempó tartva, így a heti egyen, de majd meglátjuk. Ja. Kérdés napi felé, csak Magyarországon fogsz urbexezni, vagy videót készíteni? Nem, már voltam amúgy külföldön, ugye hát alapból ugye Csernobil az egy, az Ukrajna volt, voltam Pozsonyban, Prágában, és amikor voltunk kint, megnéztem pár helyet, de igen, tervben van több külföldi helyszínnek a meglátogatása. Hát nem tudom, igazából ez idő és pénz kérdése, szerintem. Igen. Nem tudom. Illetve mi az az olajfúró kút, amit egyszer meséltél, azért ja, igen, vannak olyan nevezetes helyek, amikre szeretnék eljutni, tehát
Például Észak-Britanniában van egy elhajtható olajhullótorony, például Németországban vannak hatalmas bányagépek, Barcelonában van egy metró alagút félig kifúrva, és benn van hagyva az alagútásógép. Meg ilyen. Egy helyet nem tudnátok szerintem az országból, ahol nem volt tulajdonképpen, tehát... Nem nehéz. Nagyon nehéz mondani ilyen helyeket. Egy másodperc, csak ahol az még annyi, hogy igazából a külföldi utazásokra, szóval úgy voltam amúgy Pozsonyban, hogy trailsurföltem. Ugye aki azt nem tudja, hogy ez mi az, ugye annyi, hogy tehervonatokra, vagy esetleg személyvonatok hátuljára felcsusszanni, és akkor úgy utazni. Szóval az úgy, pénztárca váltad megoldás. Közben nézem a chatet is közben. Következő kérdés. Mi van ezek? Megint felém. Aha. Csak felét kérdeznek. Bali Max kérdezi Discordon, hogy mi volt a legbizarabb dolog, amit láttam keresgélés közben. Hát, amúgy az egyik, amúgy most ezt így konkrétan ma láttam. Itt a lépcsőfordulóba kimegyünk. Á, igen. Van egy csóra döglött bagoly. Igen, ez van. De Pozsonyban van egy ház, ahol konkrétan én úgy jutottam oda, egy szlovák ismerősöm ajánlotta a helyet, a konkrétan egy boszorkánynak ott elvileg papíron, és amúgy már le volt bontva a ház, amikor én oda mentem, de olyan volt, hogy így körbe, ki voltak terítve, le voltak lógatva a függönyök, meg lepedők, és tele volt rakva a babafejekkel, körömdarabokkal, álomfogó, igen. Szóval az egy bizarr élmény volt. Random ajtónyitódás, sugárzás. Hát azok ilyen hangok. Paranormális. Hát igen, bár nem tudjuk, próbáljuk bekeresni logikus választ rá, de hát... Igen. Én nem feltétlenül hiszek amúgy a szellemekben, de hát azért a történetek olyan dolgok, ami megkérdőjelezhetőek szerintem. Hát meg illetve abban, hogy van egy krematórium azért helyen, az igen. Csak lárul valamit. Hát amik még bizarrók, csontokat találni, feltételezhetően emberi csontokat, temető közelében, meg háborús területeken, meg ilyenek. Van még egy nagyon-nagyon bizarr hely, ahova még nem volt szerencsém eljutni. Az, hát nem mondom el, hogy hol van, de ott malacok vannak. Konkrétan üvegben malacok vannak, meg ilyen embriók, tudod, így beáztatva ilyen zselében. Szóval valami labor volt, de igen, nem tudom pontosan, hogy micsoda. De ezek voltak szerintem a legbrutálabb dolgok, amikkel itt találkoztam. Következő kérdés, milyen rendőrök befutni? Meg sem is. Kellemes érzés. Hát, amúgy rendőrök eddig szerintem egyszer vagy kétszer kaptak el. Az egyik az Vácon volt az izzógyárban. Nem abban a videóban, ami most volt, hanem még évekkel ezelőtt. Ugye arra a helyre annyit kell tudni, hogy be van kamerázva az egész, és folyamatosan járkál bent az őr az autóval. Igen. Jött az őr, elkapott minket, többen voltunk, de le se igazoltattak meg semmi. A másik alkalom, az ott se igazoltattak. Szóval azt mondták, hogy ennyi, nem mondanám se graffiti, semmilyen rongálás. Szóval igazából, hogyha ezek nincsenek nálunk, akkor nagy baj valószínűleg nem lehet, hogyha csak van egy kamera. Mondjuk a legtöbb helyen amúgy, ugye, tehát ez mindenhol birtokháborítás, az fontos tisztázni, de a legtöbb helyen igazából a tulajdonos döntheti el, hogy feljelent-e vagy sem. Nyilván, hogyha állami létesítményről van szó, akkor más. Helyzet, igen. Igen, de amúgy nem tudom, tehát hogy Magyarországon amúgy szerintem az egyik legszigorúbban van véve ennek a tevékenységnek a büntetése. Hát ugye igazából ugye a Balkán térségben, amiben néhány ember minket is beleszámol, szerintem így nem feltétlenül vagyunk benne. Nem feltétlen. Hát ott sokkal lazább, Igen. Szóval ezek a rendőrös élményünk. Nézzük már, amiket írnak itt közben a... Ja, a chatet közben tudjuk nézni sajnos. Vagy az én telefonomról megy a stream. Bakmut kemény lenne. Egy Mariupol Bakmut túl kemény lenne. Az... Hát, néha beszorgat a live. Hát igen, net, de hát hogy azt kell tudni, hogy most itt kinézek, kapásból ilyen vastag betonfal van. Igen. Úgyhogy le tudja így szigetelni a dolgokat. Üvegmalacok. Egyszer egybeszélő srácok nem lehet érteni.
Ja, jó, igen, oké, és lehet, hogy nem szólsz közben, mikor már így beszél. Ne szólj már közben, bocsánat, hallod. Ki is megyek mindjárt. Be vagy regulázva. Bocs. Valamennyire legalizálni kéne az urbexet. Hát amúgy ez egy érdekes felvetés. Hát, amúgy, igen. Úgy lehetne megoldani, hogy igazából azzal szerintem nem lenne baj, hogyha valaki elmegy fotózni ilyen helyekre, meg videózni. De ugyanakkor ott van, ez még csak másik az a hely. Igen. Szóval nem látok olyan szenáriót, ahol ez megoldható lenne. Szerintem. Nem. Hát, hogy elvileg a magyar jogszabály szerint ugye úgy van, hogyha van egy telked, és te azt nem kerített körbe, de valaki bemegy, akkor az a te felelősséged. Igen. Mivel ő be tudott menni oda. Tehát, hogy tulajdonképpen a te felelősséged, a telkedet elkeríteni és megoldani azt, hogy ne tudjon oda valaki bemenni. Szóval innentől kezdve, ha vannak rések a pajzsoni részében, akkor igazából tudod, az a, hogy mondjam, te vállalatban fekszik, hogy most be lehet menni, vagy sem. Igen. Tehát, hogy... Ukrajnában hányszor jártam? Jártunk, hát te voltál, nem voltál? Nem. Ugye egy külön csapattal mentem Csernobilba, akikben ő nem volt benne, de egyszer voltam Ukrajnában. Egyetlen egyszer. Csernobilunk során csináltunk valami nagy hülyeséget. Hát igazából az egészet egy hülyeséget lehet felszámolni. Ugye, tehát hogy lehet legálisan is menni, de ugye, szóval vannak olyan túrák, ahol tényleg mindent megmutatnak, de azért a legtöbben ilyen, tehát ilyen városnézősbe, látok, csak túravezetővel megmutatnak mindent, de nekem ez már így évek óta ilyen nagyobb cél volt, hogy kijussak így, hogy be kell túrázni, túl kell élni kvázi. De a nagyobb hülyeség, hát építettünk egy apartman magunknak, összeszedtük az ágyakat, szekrényeket, van egy olyan kép, hogy így feszítünk egy matraccal, de így nem történt. Illetve a tetős jobbaszás? Abban nem voltam benne. Ja. Az ukrán srác, aki velünk volt, lenyomott lazán egy liter rumot így Pripyatben az egyik tekrén. Yes! Ja, rendelkezi, volt amikor esetleg feljelentettek-e? Én nem tudom, hát lehet, mert már... Tehát egy a YouTube kommentekben láttam, hogy valaki ilyeneket írogat, hogy most fel leszünk jelentve, és akkor Dádában. De én így nem tudok róla. Tehát, hogy még egyelőre semmilyen komolyabb következménnyel nem szembesültem szerencsére, de aztán majd lehet egyszerűen a hideg pofon. Ja, hogy az erős pofon. Ugye, nem tudom, hát megemlítsük azt a Facebook csoportot, tudod, ez a... Mi? Az tudod, a... Hát az a Facebook csoport, az... Az ügyvédje. Igen, az ügyvédje, csak ügyvédje, vagy nem tudom, valami ilyesmi elvileg a Facebook csoport is arra alapul, hogy tulajdonképpen az ügyvédjeket rendelje, illetve hát megpróbálja lehordani, tehát hogy igen. Tulajdonképpen semmi más. Hát mindenkitől ilyen lejárató, posztokat raknak ki, hogy betörő vagy, meg rabló, meg ilyenek. Szóval jaj. Mindig teljesen alattal önül, szóval tehát, hogy... Igen. Csernobilban féltünk, hogy elkaptak? Igazából a büntetés nagyjából, hát 7000 forint lett volna a bírság, hogyha elkapnak átszámolva. Ugye azt tudni kell, hogy Ukrajnában ugye az átlagkereset az nincs a toppon. Én úgy tudom, hogy a minimálbér az ilyen 80000 forint körül van. Most nem tudom. De hogy ott tehát az árak az nagyon komoly volt. Tehát, mit tudom, egy liter benzin 180 forint volt, ez 2 éve volt. Most már valószínűleg. Hát amúgy nem biztos. Hát. Jó. Talán. De majd nagyon csúcsú ország nekünk. Szóval a büntetés nem volt nagy, és azért nem is paráztunk, hogy elkapnak. Inkább odafele, mert ha odafele elkapnak, akkor még nem láttál semmit. Elkapnak, elvisznek egy bíróságra, befizeted a bírságot, kivisznek a zónából kocsival, igazából ennyi. Illetve van egy nagyon jó kérdés, hogy mennyire szoktunk felkészülni, ha felszoktunk egyáltalán készülni urbex túrák előtt. Te szoktál esetleg így? Menjünk tervrajzat nézni, valami ilyesmit? Van, amikor nézek alaprajzot, amikor olyan hely, hogy hatalmas, és így ki kéne igazodni, csak így fejben nagyjából képbe legyek, amikor odaérek, már felelhető az alaprajzom bárhol. De egyébként nem tudom, hát ezt amúgy már kérdezték többen is Discordon, és ott már válaszolgattam rá így írásban, hogy általában annyi a cél, hogy fel legyen töltve a GoPro, legyen jó. Még elég gáz a gázfőzőben, legyen pénz a zsebemben, és akkor így el lehet menni. Így láttunk, ezt nem tudom meséltem már, de láttunk egy csatornát, aki például, nem tudom, visz magával a parakordot, szigetelő szalagot, mindent, tényleg, és így álltam is néztem egy óra, hogy hallod, ez most minek? Tehát konkrétan a csávók szerintem elmegy egy 15 kilós táskával, úgy megszedni.
Hát az elején én is belefutottam ebbe a problémát, hogy túlpakolásnak hívom, hogy nem tudom. Tehát a nagyobb távot, nem tudom, hogy valaki túrázik-e esetleg, vagy nagyobb távokat szokott megtenni nagyobb táskával, ott azért az az 1-2 kiló plusz-minusz, azt meg tudod érezni. Igen. Szóval amikor mi gyalogoltuk Csernobilban egy, nem tudom, 200 kilométert 5 nap alatt, menj oda arrébb. Mondjuk nyugodtan közben. Szóval ott levette a srác rólam a literes vizet, és először azt hittem, hogy leraktam a táskát, vagy valami. Amúgy ott volt egy ilyen holt pont nekem, amikor azt hittem, hogy meghalok. Na, finom volt a vizecske? Igen, finom volt a vizecske, kis rohadtak. Dehidratáció nyomult. Térjünk vissza a diszkontos kérdéseitekre egy pillanatra. Rengeteg kérdés van, amúgy most YouTube chaten is, meg Discordon is. Kérdés, elhagyott helyek. Hogyan találunk elhagyatott helyeket, hol nézünk utána? Hát igazából vagyimmal én úgy szoktam menni, hogy én viszem. Én úgy szoktam találni a helyeket, hogy most már igazából ismerettség is nagyon beleszámít, szóval rengeteg ismertebb. Hát igazából a legtöbb ismertebb urbexes amúgy Facebookon tevékenykedik, vagy Instagramon, és akkor velük így összeismerkedtem az évek alatt, és cseréljük egymással a helyeket. De amúgy, hogyha megyek az utcán, akkor nézem a törött ablakok, deszkázott ajtók, minden, ami graffitik, ezek elhagyatott helyekre utalnak, illetve menjek egy adott városba, rákeresek, hogy mit tudom én, Székesfehérvár elhagyatott helyek, biztos kidob valamit, azt is meg lehet nézni. Aztán néha indexen, amúgy indexen szoktak rengeteg cikket írni elhagyatott helyekről, amikről én nem is tudom, hogy miért, mert hogy így tök jó állapotban van általában, és akkor az alapján el lehet menni. Google Maps, én szoktam olyat is, hogy csak egy képem van meg egy adott helyről, akkor ezt a képet bemásom a Google Image Search-be, ugye a Google Lens-be, és akkor az is kidob egy hasonló képeket, vagy nem egyet, hanem sokat, és akkor az alapján lehet oldani. Illetve még amit mondtál, hogy ugye ez az elhagyatott helyek nagyjából hullámok alapján keletkeznek, ugye? Hát ez például 2006-ban volt ugye kormányváltás például. Meg gazdasági válság, meg igen, szóval az elhagyatott helyek hullámokban jönnek létre, és például most 2020-ban is volt egy megrecsenés, 2022-ben is volt, aki követte a híreket ugye, meg az ukrán háború miatt, meg most valószínűleg majd Izrael miatt is lesz. De hogy ezek, amikor megrecsen a gazdaság, akkor rengeteg cég ugye bedől, és ott hagyják a teljes épületet, meg minden, és olyankor rengeteg hely így hirtelen létrejön a semmiből. Igen, amit valami őriznek, voltunk egy laborban, amúgy arról is van videó, azt hiszem az a címe, hogy vegyszergyár, ahol mindent hát rajta, vagy minden hát valami ilyesmi. Az 2018 óta van elhagyatva, azt hiszem, ott nincs őrzés, és minden úgy. Tehát mintha felállna valaki a munkahelyről, és így kisétálna. Még a kocsik is ott volt. Jó. Mi? Mi lesz azzal csinálni, hogy YouTube ne iratkoztasson le? Nem tudom, hogy én ezzel a problémával. Igen. Beszéltük pont, hogy a YouTube algoritmus az tulajdonképpen így... Tehát szerintem maga a YouTube dolgozók nem tudják is, hogy működik az algoritmus, nem hogy mi. Hát ez kifürkészhetetlen. Nem tudom, hát, engem nem szokott leiratkoztatni senkiről, szóval ebben nem tudok segíteni. Not me, bárka felé. Hányan sikerült elkapni téged, ezt már beszéltük, hogy így nagyjából rendőrök kétszer, amúgy meg biztonsági őrök egészen sokszor. Több napos túrát, vagy más országban esetleg tervezel-e? Igen, ugye ezt is beszéltük, hogy ilyen nagyobb trippekre kimenni ide-oda. Horvátországból gondolkoztam, Szerbiában, német, francia, hát mindenhol van elhagyatott hely igazából. Kérdés adni felé? Mi? Megválaszolja ezeket a kérdéseket? Igen, megválaszolja. Így konkrétan most? Aha, így konkrétan most. Hogy tudsz ennyire veszélyesen élni? Mi inspirál? Még kérdések? Ez nagyon mély kérdés. Amúgy téged mi? Hát, őszintén. Hát ugye egy chill faktor. Szerintem, hogy egyszerűen ha eljössz egy ilyen helyre, pláne ha mondjuk ketten is akár, de ha egyedül vagy, akkor nincsen semmi, nem zavar semmi, csak ott vagy egyedül, és csak a gondolataiddal vagy tulajdonképpen. Így nincs olyan idézőjel, ami zavarjon. Tehát így olyan, mint a kilépnél a külvilágból tulajdonképpen. Terápia. Igen, konkrét terápia. Neked? Hát igazából nem tudom, tehát hogy a veszélyfaktoron, ami nem nagyon szoktam gondolkozni, most lehet, hogy nagyon szarul hangzik, de vagy amúgy általában nem szoktam belegondolni, csak hogyha már ott vagyok, vagy utána, hogy ebből mi lehetett volna.
De igazából ami inspirál az, hogy most már az is, hogy nektek tudjak új dolgokat mutatni, amiket esetleg nem láttok minden nap, illetve nekem is az, hogy a felfedezés élménye, meg hogy egy olyan hobbi valami nem hétköznapi szerintem, és hogy így nem tudom. Nekem ez, tehát hogy én igazából valaki élsportoló, neki az igen. A szenvedélye, nekem meg ez. Én ebben fetszölöm bele minden időm, energiám. Igen. Illetve amit ugye nem tudom, ezt biztos, hogy láttátok szerintem, aki nagyon követi Discordot, ugye, hogy napiról nemrég készült egy videó is, aki, vagy hát ami nagyjából, hát fogunk rá a videónak, ja. Megpróbálták elmondani a véleményüket, amivel nincsen semmi probléma nyilván, mert véleményt nyugodtan lehet, hogy mondjam, nyilvánítani. Ez csak úgy kapcsolódik ide, hogy ez konkrétan arról szólt, hogy rossz példát mutatok azzal, hogy veszélyes dolgokat csinálok. Tudom, hogy vannak fiatalabb nézők is, meg minden, de én ezt megpróbálom így közvetíteni felétek, hogy srácok, ne csináljátok. Igen. Tehát amúgy szerintem az, hogy esetleg belefér, nyilván inkább nem buzítanék ilyen 15-6 éves embereket, hogy ezt nyomassák, inkább az idősebbeket, akiknek azért már van felelősségérzetük, hogy egy teljesen üres házban amúgy bemész, nem fogsz meghalni. Igen. De ezt a villamoson héven utazgatást, azt mondjam, meg a vászásokat se erőltessétek, mert tényleg nem szeretném, hogyha valakinek az én videóimnak a hatására lenne baja. Hát, illetve, hát ezt nem tudom, hogy ez ennyire jó igazából, de szerintem ez alapvetően nem követendő példa. Mármint, aki ilyet lát, az nem, tehát biztos van az nagyon kevés százalék, ami azt mondja, hogy oké, ezt is meg szeretném tenni, de szerintem nem ez a jellemző. Tehát így, szerintem a 95% nézőre, vagy 98% nézőre nem ez az első gondolata, hogy ezt most megyek is megcsinálom. Meg hát én azzal is gondolkoztam már, hogy ez mi az a pont, amíg ez az én felelősségem, hogy... Igen. Tehát én most ugye, most már kiírom minden videó elejére, hogy légy színe csináljátok, meg amúgy elvileg 16 pluszosak a videók, de hát ezt nyilván nem tudom szabályozni, csak kiírom, hogy mi és hogyan, meg amúgy szerintem az ember függő. Tehát aki egy állított házba sem mer bemenni, ezt most nem azért mondom, hogy mert hogy ez a baj van, ez tök oké, csak hogy így valakinek erre még affinitása sincsen. Megy még a stream amúgy? Hát igen. Biztos megy. Ez jó kérdés. Tekerd bele. Remélem. Vagy nyisd meg újra az egészet. Nyisd meg újra. Hát nekem azt mutatja, hogy megyünk. 20... Hát, mondom, hány perc van. Jaj. Hallgatjuk. Hát... Kicsit nem tudod be a chat. Kicsit nem tudod be a chat. Na mindegy. De menjünk. Tökéletes. Jó. Csak szerintem néz ki úgy Natmi, mint az Iron Channel-es csávó. Az elég is. Nem, neki hosszabb elnyújtott tartalom. Meg én nem Minecraft streameket csinálok. És nem vagyok pedó. Igen, a Discordon esetleg nem akarunk felrizzelni 14 éves lányokat, bár kinek mi ugyebár. Ízlések és pofonok. Na jó, ezt igen. Néha szaggat tökéletes amúgy. Ó, oh, nice, jó. Amúgy csődicsi. Mi ez? Kedves Kúbor. Igen. Beszéltünk Instán, korábban a támogatásról van fejlemény. Most srácok, amúgy, igen, erről így most így beszéljük egy picit, mert hogy az van, hogy dolgozok egy nagy projekten, ami igazából most ezt így lehullik róla a lepel, ez egy Patreonos támogatási forma lesz. Ugye azt érdemes tudni, hogy amúgy, tehát nyilván nekem ezek a túrák, meg minden nyilván pénzbe kerülnek, tehát minden saját zsebőben. YouTube-ból semmi pénzt nem kapok. Tehát azt számolgattam, hogy nagyjából ilyen, hát egy jó pár százezer forintban lenne már a YouTube fizetés, de mivel minden videómban veszélyes dolgokat csinálok, ezért a YouTube értelemszerűen letiltja. Úgyhogy valószínűleg lesz Patreon támogatási lehetőség, szerintem két héten belül most már. Lesz egy csomó exkluzív content, ilyen évadszerűre lesz lebontva, szóval ez az első évada. És ebben lesz, hát ilyen 8-10 rész összesen, minden héten lesz egy rész. Lesznek vágatlan videók, premier előtti videók, lesznek élőadások is amúgy. Szóval amikor elmegyek esetleg urvexezni, fölvenni egy YouTube videót, azt majd nézhetitek élőben. Úgyhogy igen, ez a támogatási lehetőség lesz. Ja. Illetve mi az? A Patreonoknak nyilván Discordon lesznek exkluzív contentek. Külön rang, lesz külön kis szekciók, ahol csak ők tudnak beszélni, írni, képek megosztani. Ja. Illetve még egy kicsit off-topic téma, tegnap Natmi felismerte valaki. Ja, úgyhogy arra kicsit beszéljünk. Tegnap voltunk egy rendezvényen, és egy fiatal srác odajött, hogy szia! Nem te vagy a Natmi? No, de. Csináltunk még képet, úgyhogy amúgy, hogyha itt vagy és most ezt nézel, akkor hello. Igen, üdvözlünk. Üdvözlünk. Amúgy nekem ez volt az első ilyen experience-em.
Nem, már egyszer felismertek, amikor a Balatonos videónak a második részében lementünk Tihanyban, ott benne is van a videóban, hogy háttérben integet egy srác, aki utána rám írt Instagramon, nem tudom, hogy most itt van-e, de szerintem abból ismert, hogy mazolod ott a GoPro-val majd rá. Szóval igen. Igen, ha itt vagyok, akkor üdvözlünk szintén. Igen, igen, igen. Illetve volt egy nagyon jó kérdés, hogy hoztunk el esetleg valamit helyekről, mondjuk iratot akármit. Te? Én nem hoztam el még konkrétan semmit. Hát... Vagy talán egy nyakláncot, de mármint ilyen rozsdás gyász nyakláncot. Igen. Ja, de az amúgy azért volt, mert valaki ott nézegette, fotózta, kezembe nyomta, és így nálam. Na, nem tudom, meg valami. Ah, oké, okay. Közben írják, hogy jó az. Úgyhogy üdvözlünk. Nevet nem mondunk esetleg anonimitás miatt, de üdvözlünk. Tudomásom szerint Natmi vitte véghez ezeket a dolgokat, nem vagyunk. Notmi válaszoljon, ne vagyunk, közi. Okay. Jaj. Hát... Hát erre... Hát én csak a kérdéseket olvasom jelenleg, szóval... Ja. De mi az? Illetve... De hát gondolom nyilván meghallgatnátok az ő véleményét is, hogyha... Vagy ha nem, akkor... Erre a kicsileg ha olyan helyre megy be az ember, ahol előtte még nem járt senki, vagyis nincs bejáratot, hanem csinálni kell. Hát amúgy ez egy nagyon jó kérdés, én még soha nem csináltam magamnak bejáratot. Tehát mindig, én nekem az az elvem, hogy mindig van egy beút. Tehát ha nincsenek törött ablakok, akkor valahogy fel kell jutni a tetőre, biztos van nyitva hagyva egy ablak. Ha nincsen, akkor tetőablak, padlás, bemenni az épületbe, pinceablak, volt már a szellőzőre is példa. De én igazából még soha nem törtem be sehova. Hát igen, meg illetve még annyi ugye, hogy nyilván van a, hogy mondjam, tehát a bemenni, ugye be a sneakelés idézőjelben, meg a betörés egy kicsit más kategóriában van nyilván. Ugye gondolhatjátok, melyik az illegálisabb, vagy melyik a kicsit sketchybb. Van egy urbexes, aki nemrég ezt tolta, vagy hát nemrég, már lecsukták a tóta előre. Igen, úgy tudom, hogy egy pár hónapja lecsukták a srácot, ő konkrétan feszítő vasajárkát mindenhova, meg így. Volt nyugodtan megfogott egy fél téglát és beverte vele az ablakot és így ment be helyekre, szóval igen, tehát az erkölcsileg szerintem nem elfogadható, mert ja, de amúgy ez nehéz, tehát hogy valahova először, nem tudom, nyilván, hogyha mindenhol le van zárva a hely, vannak ilyen helyek, például Pesten több is, ahova mindig lezárják és mindig feltörik, és nem tudom, ezzel nem lehet csinálni. Oké, ez beszél Ádám. Itt volt egy jó kérdés igazán, nem? Hol is van? Hello, mire maradtam le? Amúgy nem sok minden igazából, csak témázgatunk igazából. De majdnem, hogy vissza lehet nézni. Az egészet majd vissza lehet nézni. Szerintem lesz belőle a vágott verzió is. De ja, igen, szóval nem maradtak le semmiről. Mit lennek esetleg? Matinátori rágot nem tudjátok-e adni? Ja, igen. Figyelj majd, hogyha hazaértem, akkor vissza tudom pörgetni a csetet, és akkor tudok adni, de most így szerintem telefonról nem lehet. Főleg, hogy ugye vagyim nem az én fiókomra van bejelentkezve. Nem azok túrják fel, akik ott hagyják, hanem mások, akik bementek. Igen. Amúgy erről is hallottam olyat, hogy vannak gyárak, amikor bontják, ugye ott mindent igazából leverik a vakolatot, meg minden, a kábeleket is elvágják, szóval amúgy valamit a munkások csinálnak, de hát ez a munkájuk, szóval. De igen, tehát a vandálkodás, meg az ilyen témákat nyilván nem azok, akik ott hagyják a helyet. Illetve ehhez kicsit kapcsolódóan még kérdezték, hogy lesz egy graffiti channel Discordon. Szerintünk nem egyelőre, mert nem akarunk idézőjelbe vandálkodásra buzdítani embereket, hogy most menjenek is az ilyen helyeket graffitizzék szét. Lehetséges, hogy lesz, de ez még kérdéses. Ez még így 50-50, hogy lesz-e végül vagy sem. Mi még súlyba járunk el? Nem. Én nem. Szintén én sem. Úgyhogy... közben nagyon akar a csajt, hogy nagyon lassúban ért. Mikor lesz videó? Srácok, minden péntek, általában 5 órakor van, de hogyha valamilyen nem megy ki a premier, akkor vagy én rontottam el, vagy most, mint a YouTube megviccelt egy picit, de éjfélig általában mindig kiszokott meg. De általában 17:00. Mettek valamikor MÁV kórházba. Tervezel esetleg? MÁV kórházba az ami a nyugati pályaudvar mellett van, vagy ami a Városliget mellett. Azt még kérlek írd rá, de amúgy a Városliget mellettibe voltam, mert még működik, nem? Villamos szörfnél mit csinálnál, ha pont szembe jönne egy rendőr? Hát futás van. Hát futás. Futás van ezzel.
Sziasztok, az Optiba nehéz bejutni? Hát, elméletileg igen, a videó után elvileg sokkal jobban őrzik, ugye más cég vette át, és akkor komolyabban veszi. Illetve bezárták az a kerülsejet is, ahol be lehet zárni. Erről csak, igazából erről ennyit tudok, igazából Nátmi tud szerintem többet mesélni. Hát, amikor mi voltunk, már akkor is amúgy eléggé le volt zárva, mert elvileg már évek óta az a terv, hogy fel fogják újítani. Ebből nem tudom, hogy mi fog megvalósulni. De mi is egy nagyon kicsike finci ablakon mentünk le. Utána azt hallottam, hogy most már néha bemennek az őrök, meg ilyenek. Aztán meglátjuk még, hogy mi lesz. No, Discordon még van-e valami? Bőven, ó, ha tudnál. Szüleid mit szóltak ahhoz, hogy ilyeneket csinálsz? Amúgy szerintem édesapám nézi a streamet. Úgyhogy, hát ez egy nagyon jó kérdés. Hát nekem szerintem most már így úgy vannak vele, hogy így elfogadták, hogy ez így van. Nyilván mindig elmondják, hogy ésszel, meg ne csináld, meg ilyenek, de most már szerintem inkább így, hát jaj, megszokták, elfogadták. Fiatal, és ugyanúgy mentünk. Csibészek voltunk. Csibészek. Ez is tipikusan olyan, hogy mi az, amit te minden jobban tiltja, az, hogy annál jobban csinálod. De igazából is, tehát tiltja az időben, úgyhogy milyen szokott csinálni valószínűleg, mert nem fogjuk tudni megállítani. Amúgy nem biztos, ezt majd megkérdezem. De igen. Megkérdezem, hogy... Na majd, igen, hogyha hozzáértél. Nekem mit szólnak hozzá? Igazából, ugye milyen látni van, hogy általában urbexezni magamtól nem szoktam annyira, bár mostanában volt egy-kétszer. Igazából egész chillesre vették amúgy, tehát úgy vagyok vele, pláne, hogyha veled urbexezek, akkor mi az, azt mondják, igazából csak vigyázzunk magunkra, mert tudják, hogy ugyanak mi az megbízható, és együtt nőttünk fel kvázi, szóval tudják, hogy, hogy mondjam, idézelben vigyázol rá, hogyha valami baj van, vagy nem tudom. Én mindig. Meg hát ugye azért most már egy pár év tapasztalat is szerencsére. No még, nézzük, mert még annyi kérdésetek van, nem győzni válaszolni. Ezt nem válaszoltuk meg, vagy ezt elfelejtettem Discordra megválaszolni. A helyeket valószínűleg nem fogunk kiadni, sajnos. Hát amik videókban vannak, srácok, azokat valószínűleg nem fogom kiadni, mert általában, mondjuk az utolsó, az igazából az egy, a legutóbbi videó, amivel a bankban voltunk, az egy ilyen tök, tehát hogy ez egy viszonylag publikusabb hely így a témában, aha. Szóval, hogy amúgy arra rákeres bárki, még a címet is kiírja, hogy pontosan hol van. De hogy a videóban látott helyeknek a 90%-a nagyon jó állapotban van, azért mutatom meg, mert hogy érdekes, mert amúgy üres épületekben már nem nagyon szoktam járkálni, és azokat én sajnos nem fogom nektek kiadni, de próbálkozhatok Facebook csoportokban, ott ha megkapja valaki mástól, ez nem zavar nyilván. Ez amúgy DM-re is kapom a kérdéseket, ha ez az. Kérdések mindenhol. Igen. Kaptak-e már rendőrök, ezt megválaszoltuk? Igen. Hány éves vagy? Igen. Leírtuk már, hogy bocsánat, de nem. Nem jel, dobjam 200 forintot és próbáljam újra. Ja, Istenem. Honnan jött az egész urbexezés? Hát ezt már egyszer elmondtam, igen. De most elmondom még egyszer, meg kicsit jobban belemegyünk akkor. Szóval, ugye 6 éve. Igazából vasútállomásra érkeztünk meg egy, nem tudom, valami túráról, és ott volt velem két idősebb srác, vagy három, meg velem korúak is, és mondták, hogy itt volt, tehát hogy leszálltunk a vonatról, szemben volt egy hely, és mondták, hogy menjünk már be, milyen jó buli lenne, meg amik már voltak bent. Bementünk, és igazából nem tudom, szóval csak járkáltunk az épületben. Ott volt szerintem az egyetlen olyan dolog, amit rongáltam. Voltak ilyen 40 éves neoncsak. Ugye, amiben gáz van, és hogyha eldobod, akkor szétrobban. De hogy olyat szól, hogy így beleremeg az épület, és ilyen por marad belőle, hogyha szétrobban. Abból dobáltunk egy párat, meg ilyenek, aztán amúgy azon a helyen el is kaptak minket. De hogy igen, én így kerültem bele ebbe az egészbe, hogy elvittek egyszer, igen. De aztán amúgy kikoptak belőlem az emberek, most már csak egyedül szoktam járkálni, vagy immal, meg most ilyen urbexes ismerősökkel. Illetve még az urbexesekkel jut eszünkbe, lehet, hogy még fogunk. Hogy is mondjam, hát meghívni ide embereket, igazából így harmadik embernek, szóval esetleg, hogyha van tippetek, vagy nem is tippetek, vagy van mondjuk ajánlatok, hogy kit hívjunk meg, akkor azt mondhatom már Discordon. Már hogyha eljönne ide bárki is. Ti nem látjátok a környezetet, de szép. Hűvös van, mert tél van,
De amúgy én már írtam egy listát, hogy kiket lehetne meghívni a kis műsorunkba. Vannak rajta ismertebb urbexesek, meg amúgy graffitisek is vannak. Van egy barátunk, aki félig orosz, félig ukrán, félig magyar, akkor az harmad, mindegy. Neki eszméletlen mennyiségű sztoria van. Gondolkoztam Hajner Gyulán, Urbex Hungary, szóval mindenki, aki ismert lehet a témában. De ha van ötletetek, akkor nyugodtan írjátok meg kommentbe is akár. Tehát még annyit mondjuk, hogyha elhívnánk azt a bizonyos embert, akkor lehet, hogy itt ülnék konkrétan, szerintem két órát, mert így, hát úgy képzeljétek el, hogy tulajdonképpen, ha belekezd egy sztoriba, annak nem lesz vége. Ez az ukrán barátunk. Igen, az ukrán barátunk, és az a baj, hogy abban a sztoriból jön egy másik sztori, és abban is egy másik sztori, és így megy végig. Tehát tulajdonképpen szerintem 12 órás podcastet le lehetne vele csak szólni. Úgyhogy... Igen, hát már mondtam, hogy elmentünk Rubexezni. Oda jött, kijelentette, hogy hát ő nem fog aludni, és végigbeszélgette az egész éjszakát. Majd Nátmi sikeresen aludt két órát egy tetőn. Kicsavarodott nyakkal. Ilyen kicsavarodott nyakkal, tehát tulajdonképpen így volt anyag a szegénynek, és így emlékszem, hogy néztünk is rá, hogy mi a fasz csinálsz tulajdonképpen. Kérdés napig felé volt-e már paranormális pillanat túlmegszerzés közben? Opnis videó, nézzétek meg, az volt nem a legdurvább, amik ott történtek. De hát igazából általában ezeket meg lehet magyarázni széllel, meg ilyenek, mert az szokott, de ilyen ajtó, amikor ketten voltunk, akkor is voltak ajtócsapkodások, amiket szerintem nem szél csinált, vagy hát amúgy nem tudom mi, de ajtócsapkodás, suttogás, olyan helyeken, ahol fixen be voltak zárva emberek, vagy haltak meg emberek, az ott ilyen, hát én már hallottam egy pár szót, de lehet, hogy csak szél volt, vagy húzat, szóval, hát igen, biztos van mindenre szerintem magyarázat, mert a legtöbb esetben van. Az ilyen tipikus kimibe hisz tulajdonképpen. Ugye hát gondolom mindeket, gondolom te is, ha te is dolog, szóval hogy ez így nem fel, tehát hogy biztos van rá valahol egy logikus magyarázat. Az mondjuk az biztos, hogy abban a helyzetben nem kezdtük el megkeresni, mert inkább nem. Tehát úgy gondolom, hogy oké, ezzel majd utóla filózunk, de igen. Ezek a horrorfilmes szenáriók, hogy valami történik, és akkor oda kell menni. Igen, illetve ugye az opnis videóban a paracsávós jelenet, arra tudnám beszélni. Ja, amúgy ez nem látszik a videóban. Én ott aludtam, és egy tetőrészen aludtam. És arra keltem föl, hogy egy teljesen kék ruhás úriember papucsban egy két fémbotot fog, és csapkodja össze, és elsétál így nagyon-nagyon-nagyon lassan a tető alatt, és én meg így néztem lefele, hogy mi történik. Megpróbáltam fölvenni, de nem mertem nagyon, tehát googoltam a tetőn, hogy ne lássam meg, és csak így föltartottam a kamerát. Egy pár pixel látszott, csak a felvételen, de az, hogy csattogtatja össze a botjait, az hallatszik. Igen. Szóval azt így nagyon nem tudtam hova tenni, hogy ez most mi. Tehát olyan, mint hogy egy őrült ott elsétált volna, vagy nem tudom. És ilyetben pláne ez a para, hogy elvileg az opnyiban bezárt a betegek, páciensek, nem tudom, mire hívjuk őket, ők kék ruhát viseltek, és ilyen mivel bezárt a hely, és az akkori kormányban ugye nem volt annyi pszichiátria, hogy ezeket az embereket el tudják rakni, vagy el tudják szállásolni máshova. Ezért aki nagyon beteg volt, azt nyilván raktak egy másik helyre. Akit nem, az pedig így, hát ment amerre ment igazából, amerre látott igazából is így. És ilyen, például volt egy ilyen sztori, hogy aztán valaki szívesre ment vissza az opiba, megkeresni a régi kezelő orvosát, ilyen 2015-ben. Mm. Egy 8 évvel lehet bezárása után, szóval eléggé parra. Hát én olyan teóriákat, meg összeesküvés elméleteket hallottam, hogy amúgy ezt nekem konkrétan egy idős néni mondta ott, mert látta, hogy nagy táskával megyek fölfele az ösvényen fel az opni fele, és mondta, hogy hát de itt őrültek laknak az erdőbe. Hát mondom, miért laknának őrültek az erdőbe? Szóval az is egy teória, hogy még valaki ott él az erdőbe, de hogy élne ott, én azt nem tudom. Szóval ezt nem tartom valószínűnek. Igen, azért hát, aki arra fel is sétálott a második kerület felé az erdőben, az nem mondom, hogy vigyázom magára, de azért kicsit legyen résen. Kalapkabát. Igen, kalapkabát. Na, viszont folytassuk a kérdéseket. Ahogy lassan vége a Discord-os kérdéseknek, úgyhogy mehetünk ott YouTube-ra. A podcastek fel lesznek egy töltve YouTube-ra? Yes. Igen. Illetve kérdezték azt is, hogy Vodon fel lesz-e? Minden lesz. Vágott verzió is lesz, minden lesz. Akkor menjünk be YouTube-ra. Menjünk be YouTube-ra igazából. És így legalább látjuk is a chatet. Közben 128 nagyon köszönjük. Már a betölt. Uh-huh. Igen, így kezdődik a problémák. No. Jó. Okay. Tetőnalvás. Kérdőjel. Igen. Lapos tetős házon igazából mehet, csak ne essen az eső. Mi volt a legviccesebb urbex történetetek? Legviccesebb? Neked?
Nekem szerintem még nem volt olyan túl legetrengetően vicces dolog igazából. Talán a gumikocsás jelenet az opnis videó végén, ha esetleg ezt nem láttátok, azt nézzétek meg. Amúgy a Ben van egy snitt, az egyik elhagyatott hidegháborús atombunkerek, ez a videónak a cím. Egy ruha van a borítóképen, az indexképen. Azt a haver felvette, és ott táncolt benne, meg boxolt, meg rohangáltunk össze-vissza benne. Szóval az egy muris pillanat volt, igen. De nem tudom. Boxolt. Hát, de hát is árnyék volt egy. Istenem. Jöttek, akkor Kecskemétből beszélni, lehetséges. Hát, hogyha van ott bármi hely, akkor igen. Akkor igen, igen. Ha esetleg át tudsz küldeni Discordon a Urbex infókba. Vagy amúgy itt is akár, hogyha nem gond, hogy látják több százan. Igen. Toronydalú felmász... Mi toronydalúra felmászás nem túl kockázatos? Tériszonyja, mi a hely? Menjünk életek a magasban. Ne nézzél rám! Először ezt nem tudom. Hát nekem kb. Semmi tériszonyom nincsen, nem tudom, ez így lejött-e a videókból. Amúgy engem nyár elején elhívtak dolgozni, egy mint alpinista segéd, és lementünk Balatonra, Kaphegyi adótoronyra dolgozni, ami 220 méter magas, így fölmentünk a tetejére, lenéztem. Mondom, ez nem rossz, hogy ott van mellette a repülőtér, és a helikopterekben a repülők alapban mentek el. Úgyhogy, ja, tériszonyom egyáltalán nincsen. Te halázol? Igen, tehát konkrétan szerintem, hogy hát, hogy nekem ez valahogy úgy működik, hogy felmegyek mondjuk, nem tudom, 3 méter magasba, ott már halázok. 5 méter magas, az már úgy... ...onnan leesel, és már fixen palacsintaként érkezel a földre. Kérdezte, valaki keresztény vagy? Hát alapból igen, alapból meg vagyok keresztelve, meg minden, de nem gyakorlom a vallást. Te ugyanezzel? Igen, én is igazából, én is meg vagyok keresztelve, meg első rajtozó is voltam, de amúgy nem mondanám magamat vallásosnak így feltétlenül. Uh-huh. Dolgoztok-e valamit a hobbitok mellett, nem? Hát én most jelenleg nem. Én jelenleg képzésen vagyok, mint villanyszerelő, szóval én gyakorlatra járok, illetve elsősuliba. Valószínűleg ebben is fogok, ebben a szakmában fogok elhelyezkedni, de ja. És feltétlenül dolgozni nem, de esti suliba járok igazából. Úgyhogy ezzel ütöm az előbbi kérdést, hogy suliba járok-e, nem mindegy. De jó, ez van. Igazából ez van. Hogyan szoktatok megoldani az alvást? Miben alszatok? Jó kérdés. Hát amikor voltunk egy velencei tavonából, nem lesz sajnos videó, mert átbeszélgettük az egész éjszakát, és nem a videózgatással foglalkoztunk, de együtt voltunk egy trippen a velencei tavon, és ott igazából a legalapabb tetőre fölmentünk, matrac, hálózsák, ennyi, hát igen. Meleg volt. Én amúgy általában függő ágyba szoktam aludni, mert nekem az most már sokkal komfortosabb általában, mint a földön aludni. Igen. Meg úgy nem tudom, hogy jobb a közérzetem is, hogy tudom, hogy nem fog senki se rám lépni. Úgy, mint a múltkor, a katonai rendészek szépébresztője. Ja. Igen, egy őrbódi tetején aludtunk, és kijöttek hajnalban a katonák, hogy most itt mit csinálunk tulajdonképpen. De igen, hát télre minden jó hálózsákot be kell szerezni, de igen. Ez mi volt? Azt hívottatok már vonat... Mi? Vonatszörfölni? Vonatszörfölni, igen. Szörfölni, már említettem, ugye én... Hát te még nem voltál. Én még nem voltam. Meg szeretnél? Hát egyszer be kéne adni, bár aztán nem tudom, tehát hogy a tehervonattal egész csilles vagyok, de így a, nem tudom, mondjuk az S50-es, D70-es, az mondjuk már kicsit parább. Hát igen, meg ugye tehát a tehervonatban, ha belemész, ugye ott több fajta kocsi van. Tehát van búzás kocsi általában, aminek jó nagy raktere van, és abban bele lehet állni, ülni, mindent lehet. De ugye nyilván az ilyen tartálykocsikra nem lehet fölmenni. De igen, hát én már trénszörföltem többször is, voltam trénszörföl például Pozsonyban, illetve Pesten szoktam villamosszörfölgetni, hogyha így megjavazza a kedvem, meg hív, meg ilyenek, de igen. Szóval szokott történni. Valaki kérdezte, hogy van-e nálunk önvédelmi eszköz? Amúgy ez egy jó kérdés, szerintem. Amúgy nálunk nincs. Nálunk sincs. Hát igazából úgy jönünk vele, hogyha el is kapnak esetleg, vagy elkezdenek üldözni, akkor inkább nem állunk meg. Akkor inkább egy dolog van az a futás, tehát hogy... De szerintem amúgy... Igen, nem tudom. Itt nem állik meg erős külön. Hát egyszer,
A Csepeli autógyárban voltunk, de úgy nem menjetek oda, mert tele van drogosokkal az egész. Vagy hát akkor még az volt. És konkrétan így minden onnan kijöttek 20-an, vagy 20 pluszan így kis ajtóból, meg minden. Kutyákkal, macsetékkel, hogy mit keresünk. Ott értelmes se lett volna szerintem védekezni, úgyhogy egyértelmű, hogy elmegyünk. De nem, én nem hordok annál se paprika sprayt, se nagy bökőket, meg semmit. Ott valószínű. Meg az ennyi már kicsit másabb lett. Tehát, hogyha el is kapnak, ne adj Isten, és nem tudom, találnak egy viperát, egy kést, vagy akármit, akkor így kicsit, hogy mondjam, más is fog viszonyulni hozzád, vagy a rendőr, vagy a biztonsági őr. Mm-hmm. Hát nekem olyan volt, hogy Pécsen voltam valami szanatórium, vagy nem is tudom már pontosan mi volt, Pécsen, és ott kutyák voltak a kertben, és ott csak megfogtam egy botot, és hadonáztam a kutyáknak, hogy ne jöjjenek oda, hogyha nem tudom, hogy... Ja, hogy azért mégis csak legyen nálam valami, és ne egyenek meg a kutyák. De ugye, hogy én valami sikátorban kanibálok. Kanibálok. Akiket a rendszer bedevelt. Mi a kedvenc videójátékotok? Igen, ezt is akartam mondani most. Neked mi? Hát... Ez egy nagyon jó kérdés. Igazából én már nem játszok semmit így egy... Másfél éve. Hát... Ja, lehet még kicsit kevesebb, de igen. Én Apex Legends-eztem sokat. Meg ennyi igazából. Tényleg? Ja, meg kodoztunk egy csomót. Ne is mondd, beugrottak az emlékek. Neked mi a kedvenc? Mostanában a PD, a PD2, illetve a PD3. Igazából ennyi szerintem, mert nincsen. Amit hát, hogy nincsen kimondott kedvenc, hanem nagyon sok mindennel játszok általában. A bioszintől elkezdve mindenig, de ja, igazából szerintem így a PD2. Ja. Apropó videójátékok, ha szeretnétek együtt játszani, akkor csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz. Ez volt a reklám helye. Azt hittem, most elkezdett, hogy ezt a podcastet a Rage Shadow legyen szponzorálta. Srácok, kikérem a véleményeteket. Ha egyszer lenne Rage Shadow Legends-es szponzor, április 3-án, megcsináljuk? Megcsinálja? Szerinted megcsinálja? Biztos, hogy te egyáltalán nem? Ez nagyon gondolja, de ezt. Megy a videó, mászok be valahova. Srácok, álljon egy pillanatra ezt a videót. Na igen. Már maga az élet a játék. Ja, de amikor ebből egy kicsit kívül, hogy az élet vagy most már élet a játék. Valamikor Nathmi mesélt egy sztorit valamikor úgy egy-két évvel ezelőtt az egyik ismerősének, és én alig akartál elhinni, hogy ez megtörtént. Tehát én konkrétan sem megkérdezte, hogy ez melyik játékban van. Ja. Azt hittem, hogy Assassin's Creed-ről beszélek szerintem, valami ilyesmi. Valaki írja, igen, pénisz. Április sem mehet. Jó. Hogyan szerzed meg a tehervonatok útvonalát a train surfhöz? Igazából beírom netre, hogy Magyarország vasútvonalak, és kidob egy csomó térképet. De ezt minden országban meg lehet csinálni. És amúgy általában a fő vonalakon mennek ugyanúgy a tehervonatok. Csak ritkábban, meg vagy korán reggel, vagy este. És igazából ennyi. Közben írt egy angol csávó a chatra, hogy nagyon jó a podcast, csak semmit nem ért. Úgyhogy, welcome. Amúgy volt, amit valami, várj. Volt egy kérdés, amit nem válaszoltunk meg, ami jó volt, csak így elugrott. Nem tudom. Valamikor terveztek lemenni a metróba, hát az ugye az F4 bunkerből át lehet menni a metróba, de most már zárva van, meg egyszer úgy próbáltunk bemenni az F4-es bunkerbe, hogy a metróból. Ez egy jó kaland volt, de mindegy, de amúgy igazából itthon a metrókat nagyon őrzik, szóval ez inkább orosz térségben, meg litván térségben azért ez meg ukránoknál nincs annyira szigorúan őrizve, simán le lehet menni, de itthon a 2-es metróba egy helyen lehet bemenni, de most már azt is őrzik, hát a 4-es metró az felejtős, mindenhol kamerák vannak, meg biztonsági őrök. 2-es metró dettó ugyanez, szóval nagyon nehezen megközelíthető. Meg hát a metró surfing azért egy kicsit, hogy mondjam, kicsit extrémebb. Tehát, hogy mondjam, az olyan surfing se semmi, de metró surfing azért az nekem nagyon offos. Hát amúgy ezt szívesen beadnám, csak már néztem az itthoni szerelvényeket, és nem nagyon lehet rákapaszkodni. Szóval a legtöbb külföldi metróban láttam, hogy vannak ilyen kis, hát ilyen lépcsőszerű fém a metrónak az alján, meg egy kapaszkodót simán el lehet menni. Illetve mi az, mondjuk ez a szintén a vonatoknál, ugye a vonatok végében általában szokott lenni egy ilyen kis fém platform, és mellette kapaszkodó, általában ilyen, mint mesélted. Igen. Mondjuk ez nagyon jó volt, mert emlékszem egyszer, ezt úgy képzeljétek el tulajdonképpen, hogy felültem a buszra, rohadt fáradtan, aztán egy pénteki nap volt talán délután,
És megjelenik keres Nathmi, és kérdezi, hogy hallod, Pozsonyból kell valami? Kérdezem, milyen? Mi az? Kimentek barátni, de esetleg nyaralni meg valami? Ja, nem, kimegyünk, ezért kimegyek trénszer fel, kell valami Pozsonyból? Az egy jó hétvége volt. Igen. Miért nem veszitek le a kendőt? Igazából anonimitásom megőrzésének véget, legalább azért nem tudom. Már így is felismertetek páran, ha maszkban vagyok, de szerintem, hogyha nem lenne rajtam, még többen felismernétek, és nem tudom. Nekem ez mindig ilyen volt, hogy nem tudom. Fura lenne, hogy megyek az utcán, és csá, hello! Igen. Ja. Szóval amúgy persze, hogyha látok az utcán, nyugodtan oda jöttek meg minden. Szóval nem zavar, csak hogy így... Valószínűleg sokkal többször fordulna elő, ha nem lenne rajtunk ez. Kezdve amúgy szialbom. Valaki kérdezte, hogy Sié inspirálta minket. Sié, nem tudom, hogy kiérteni. Sáj. Igen. Nem. Igazából, amikor én elkezdtem, azt sem tudtam, hogy létezik a csávó. És már egy évet csináltam, vagy másfél, amikor először feldobta a videóit. És így néztem, hogy na hát, ez tök jó, mások is csinálják. Amúgy akkor tudtam meg, hogy ezt az egészet Urbexnek hívják, ugye Urban Exploration, városi felfedezés tükörfordításban. De nem, igazából nem inspirált. Így néztem a csatornát, és amúgy számomra tök unalmas volt, mert ugyanazokat csináltam, amiket ő. Úgyhogy nem tudom, szerintem láttam 2-3 videóját, 4-et ma. Meg talán egy-két zenéjét. Szóval... Zenéjét? Van. Zenéje? Mi a fasz? De jó, hogy szólsz. Van zenéje. Mi a fasz? Szerintem több albuma is van. És mi is állnak? Aha. What the fuck? Úgy is nagyon jó, hogy szólsz, akkor az még meg mit kell hallgatni. Mert maratomba. Valaki írta, hogy valami az egész jó, csak itt, nem látom. Itt van szerintem. Igen. Ez a mosó magyarulva lenne egy régi malom. Illetve valaki még kérdezett, azt hiszem, Szolnokról talán az előbb? Szolnok. Hát arra még nem voltam. Szeged fele, most már nem tudom, azért az már nincs olyan messze Szolnoktól. Ugye? Nem. Mindegy, Szegedben hát nagyon sok második világháborús bunker van. Valami, amúgy a legjobb az ilyen nagyott ilyen vonalakban. És semmi extra. Nézzük, mi? Van egy a körözés betörés miatt? Hát ugye ezt mivel megválaszoltuk, nem törünk be, tehát hogy is mondjam, ha van egy beút egy helyen, akkor az már eleve nem betörésnek számít. Ha nincsen beút, akkor megpróbálunk keresni, ha viszont nem tudunk találni beutat, akkor viszont nem megyünk be igazából, mert nyilván van egy kis különbség tényleg a betörés meg a beütás között. Hát ha van beútom, hogy azt cicázok, hogy azért nem számít betörésnek, mert a tulajdonosnak a feladata, hogy minden el legyen kerítve az ingatlan. Tehát legyen kerítés, meg legyen az ablakok, számon legyen az ajtó. A bank közben csesz meg magadat, köszi. Azt mondja, most nem jutott helyen ültek, vagy megyünk szobájában. Ez egy elajtott hely. Ouch. Kösz, én is szeretlek. Givgazd ismeritek. Ő szerintem amúgy igen. Van egy magyar srác, Urbex Lifts a csatornája. Együtt trainsurföltek, szerintem még egyszer találkoztam is velük, de nem vagyok benne biztos. Ő is trainsurfer, azt hiszem, szóval így Európába bejárták meg innen. Egyébként nem is hallottam még róla amúgy. Lehet, hogy csak boomer vagyok, hogy valami, de nem hallottam róla. Megkörülőség vannak, hogy mi az üreszem az a sofőrrel, aki beszólt a videómusunknak. Ja, szóval hogy mennyi az esélye annak? Hát... Mennyi az esélye annak, hogy összetalálkozok azzal a villamos sofőrnek, aki sofőrrel, aki rám csengőzött, amikor ott ugoltam a villamos. Hát ugye mennyi esély van rá? Hát biztosan van mennyi, nem tudom. De ez nem hát tudom. Figyelj, azért az eléggé flagma lenne. Még egy kört az öcsössel lenne. Ja. Köszi a macska amúgy. Jó, amúgy nagyjából lefújtuk a kérdések. Bár ezt még nyugodtan írjátok, ha esetleg van. Eljöztök a Romániában, azon belül sárpatakra, akkor adok nektek 100 lejt, ami 20 euró, és nem tudom hány forint. Hát köszönjük szépen, hogy nem tudom, hogy hát, lehet, hogy az utolsó egy kicsit többen menni, de amúgy végül is. Nem tudom, mikor megyek. Arrafele, amúgy már voltam előtt, voltál Erdélyben? Aha, egyszer voltam már. Mi? Családdal? Aha, még amúgy nagyon régen, aztán voltam 5-6 éves talán. Aha. Annyira emlékszem, hogy amúgy rohadt unalmas volt, mert igazából csak végig sétálgattunk, szóval hogy így... Aha. Tehát annyival meg, hogy csak sétálunk az erdőbe, és semmi nem történik tulajdonképp. Hát mi még anno osztálykiránduláson voltunk, hát nem is tudom, hogy hány napot Erdélyben, de hogy voltunk Erdélyben, és aztán átmentünk Csángóföldre. Szerintem voltunk
román, tehát hogy sokkal jobban románnak számító területen is. De mi bejártuk az egészet. Az arra emlékszem, hogy rengeteget buszoztunk, amúgy nagyon szép volt. Nagyon kedvesek az ottani magyarok. És ja, hát mi kis falukban, családoknál aludtunk, meg ilyenek. De amúgy jó volt. Meg amúgy ott vannak nagyon szép elhajtott templomok. Meg amúgy sok hegyben az egész hegy ki van vájva, és egy bunker. Ez csak így mellékesen mondom. Amúgy nagyon sokan kérdezték még Discordról, de nem tudom belemegyünk, mert ez nagyon megoszló téma. Így gyorsan az Urbex háború. Ugye ezt sokan hallották, így rajtunk kívül is, hogy volt egy ilyen, hogy Urbex háború, ezt tulajdonképpen ki tudnád fejteni, hogy mi volt? Így kicsit pontosabban nézzük meg. Ez szerintem az egyik leggyerekesebb dolog, amit felnőttek csinálhatnak. Én ebben soha nem vettem részt amúgy, meg nem is értem, én sem tudok erről amúgy olyan régóta. De hogy elvileg volt valami olyasmi, ahol konkrétan azon versenyeztek a... Tehát amúgy azt kell tudni, az Urbex-es közösségnek a nagy része amúgy 30 plusz minimum. Szóval nagyon kevés fiatal csinálja. És amikor két 40 éves férfi vagy nő azon versenyeznek, hogy ki tud több helyre elmenni, ki a jobb, ki tud több, nem tudom, emléket ott hagyni helyeken. Nem tudom, hogy látszik, szerintem nem. De hogy tehát ki tud minél több ilyen cuccokat hagyni, és ezen versenyeztek, ezen olyan veszekedések voltak Facebookon, hogy öröm volt olvasni a kommenteket sokszor. Ez így dióhelyben igazából ennyi, ami nem tudom erről ki hallott meg, hogy mert még én sem hallottam volna, szerintem nyárban hallottam erről először. De hogy ez egy valid dolog volt, és így ez egy hobbi. Igen, tehát ezen csodálkoztunk is, hogy ez egy konkrét hobbi, tehát hogy eleve arra számítanék, és hogy az Urbex-esek ilyen szempontból kicsit összetartóbbak, mert nyilván, hogyha mondjuk én is nagyon jobban benne lennék, akkor látnival, hogy mondjam, hát arra számítanék inkább, hogyha esetleg nem ismerném látni, és mondjuk megtalálnám, akkor mi az eleve úgy állnánk neki, hogy oké, te is ezt csinálod, én is ezt csinálom, ez milyen rohadt jó, és akkor megosztunk helyeket. Tehát, hogy eleve már az lenne az elvárás, vagy nem az elvárás, csak arra számít az ember, hogy sokkal összetartóbb a közösség, de nem. Meg miért kell ebből versenyt csinálni? Igen. Tehát, hogy meg nem is értem, hogy valakinek... Tehát meg volt olyan, most nem mondom, hogy melyik Urbex-es csapatnak volt, hogy kiraktak egy tagot azért, mert nem tudott velük menni hétvégét Urbex-ezni. Mert konkrétan olyan tempóba mentek a helyekre, hogy már nem volt kedve. És akkor így kirakták, mert hogy... Nem volt elég aktív, de hát így nem is értem, hogy tulajdonképpen egy hobbit miért kell ennyire erőltetni, hogy minden hónapban mondjuk 4-5-ször elmegyünk. Hát ez egy nagyon nagy rejtély. Ez egy nagyon jó kérdés. Én annak örülök, hogy egyáltalán csináltok ebből contentet, illetve hogy ennyire közvetlenek vagytok. Ez az első olyan csatorna, ráadásul magyar, ami ezzel foglalkozik, és nem látom a kommentjét. Igen, látom a mi az szinten. Aha, és érdekel is. Hát örülök, hogy tetszik, amit csinálok, most már csinálunk. Igen. Hát amúgy ugye erről annyit, hogy én alapjáratom, csak magamnak csináltam videókat, esetleg családnak, barátoknak, ilyenek, és amúgy én azért kezdtem feltölteni YouTube-ra, mert megtelt a tárhelyem, a gépem. Tehát volt itt az a terányi videóm otthon, most már kb. Fele annyi van. És ezeket elkezdtem megvágni, feltölteni YouTube-ra, mert ott kvázi nem veszik el. Jó, hogyha nem törli a YouTube, akkor igen. De hogy azért ott fennmarad, és így helyem is lesz. Igen. Úgyhogy ezért kezdtem el, aztán rájöttem, hogy ja, amúgy Magyarországon ezt ilyen formában nem csinálja semmi, senki. Tehát oké, ott van az Urbex Gyula, de hogy szerintem én sokkal jobban meg tudom szólítani a fiatalabb korosztályt, mert én is fiatal vagyok, és a fiatalokból most már egyre több lenne. Vannak meg, hát szerintem a YouTube-ot egyre több fiatal bújja, mint... Igen, mint 30 éves. Hát, 40 plusz. Igen. Ja. Meg még annyi ilyen, hogy a Urbex Gyula amúgy nagyon szeretem, vagy hát annól néztem a kontentjét, amúgy nagyon jó, de ő most már kicsit eltett az Urbex-től, mint hogy ezt láttuk. Tehát, hogy most már inkább az ilyen eljutottabb járművek, ilyen helyek, vagy hát helyek per ilyen dolgokra fókuszál inkább. Én soha nem követtem. Tehát én egy videóját nem tudtam végig. Mindig egy pár percet beletettem, de nem tudom, nem kötött le egyáltalán. Mondjuk azért érdekes, hogy álljön a vendégnek. Így hát azért adnám álljön. Igen. Szóval mondj, hogyha Gyulám. Látod, ez sok szeretettel várunk. Igen, sok szeretettel várunk. Kis Moszkvát nem tervezitek bejárni, már voltam, az atomtároló zárva volt, elmentem még egyszer, akkor is zárva volt, úgyhogy most egy darabig nem fogok. Igen. Kérdésem, nem trókodás,
félsz tőle? Mi? Nem félsz tőle, hogy lenyomoz a rendőrség. Hát. És nevelő otthonba kerülsz, mert ezek nagyon veszélyes dolgok. Igazából nem nevelő otthonba kerülnék, szerintem, hanem börtönbe. Igen, börtönbe, hogy mind a ketten 18 fölött vagyunk. Hát, nincs bennem ez a para, meg szerintem nem is tudnék úgy élni, hogy állandóan ezen paráznék, hogy nem most mikor csuknak le. Mikor kopogtatom ízőt. Hát, amúgy nem tudom, hogy ez mikor fog valós problémát alakulni, mint már mondtam, ma már többször is, eddig nem érzékeltem olyan nagy dolgokat, szóval még nem volt komolyan bírsága, meg semmi, de lehet most ezeket elmondom, aztán nyakamban várják a két millió sárga csekket. Ja, valószínű. Közben azt hittem valaki, hogy azt hittem fiatalabb, akkor elnézést. Hát, igen. Nem, mindenki azt hiszi, hogy 15 vagyok. Tényleg. Nagyon sokan értek. Engem a hangom alapján néztek, csak amúgy 20-val mennyirek, de hát így. Mi az a Gustav? Felirat mögöttetek a szekrényben. Végre valaki észrevette, annyira tudtam. Ezt itt találtuk a helyen. Igen, most a helyet, ez fog le. Nem mutatom meg teljesen, mert rajta van, rajta van a helynek a neve. Várjál. Oké, jó. Hát igazából ilyen... porszívó, meg ilyenekkel van tele. Hirdetések van benne. Ilyen reklámújság. Igen. Mert igazából lassan mi is lezárjuk, szóval igazából. Igen. Ja. Hát srácok, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és megnéztétek az első illegál podcastot. És nagyon örülök neki, hogy nem csuktak le minket közben. És közben 144-en összegyűltünk, szóval igen, köszönjük nagyon szépen. Szuper, remélem, hogy élveztétek. Hogyha bármi kérdésetek van, akkor nyugodtan írjátok meg majd itt a kommentekben, vagy Discord szerveren. Szerintem ma délután lesz visszatöltve a VOD. A vágott verzióhoz nem tudom, hogy mikor jön ebből az adásból. És illetve ez a műsor szerintem havonta egy-kettő lesz. De a kettő az reális, szóval így két hetente egy. Jó. Valószínűleg. Lehet, hogy nem mindig vagyimban leszek, igen. Lehet, hogy majd más videókból is jönnek barátaim, és akkor velük lesz. Mert nyilván, tehát hogy nekem ez a hobbim, vagy én meg elrángatom. Igen, én pedig. Úgyhogy ja. Köszönjük, hogy itt voltunk, találkozunk pénteken YouTube-on a legújabb videóban, úgyhogy legyen szép napotok, úgyhogy szép.